A csomagot 33 óvodás vette át. Mit kaptatok most? Egy magyar népmesés könyvet, meg egy csokit. Otthon szoktak a családban olvasni neked esti meséket? Szoktak. Melyik a kedvenc mesét? Hát mindegyik jó. Hát ez tanuló. Majd fogok tanulni vele. Mert úgy is van egy új könyvem, amiből olvastunk egyszer. És ebből is fogtok, igaz? Igen. Ebből sűrűbben. Újvidék területén 8 iskoláskor előtti intézményben 11 csoportban zajlik az oktatás. Ezért jöttünk itt össze és találkoztunk az iskola előkészítős óvodásokkal, illetve az ő szüleikkel, hogy ugye ráirányítsuk a figyelmüket arra, hogy miért is fontos az a magyar nyelvű oktatás. A magyar kormány, a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács az ajándékok mellett támogatásokkal, ösztöndi és felzárkóztató programokkal segíti azokat a diákokat, akik magyar nyelven tanulnak Szerbiában. Nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek amellett, hogy magyar tannyelven járhatnak óvodába, pontosan ugyanolyan körülmények között és olyan feltételek között kapják ezt meg, mint a szerb társaik. A következő évtől egyébként Újvidékváros területén minden kisgyerek ingyen járhat óvodába.